Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit a tíznapos tanításunk utolsó aktív napján. Holnap és holnap után még aktívabb napjaink lesznek, szertartások következnek, de a mai este tanítás előtt mondjuk el az OM Nám mantrát közösen hétszer. OM Jó estét mindenkinek, megköszönöm Julcsi igen kitűnő bevezetőjét. A tiszta tudat tapasztalata az mindenek fölött, és hallottál ebből egy ilyen kis ízelítőt. Ahogy az enmesterek mondták, ha előkeresed, mögötted van, ha mögötted keresed, akkor előtted van. Ha el szeretnéd gondolni, akkor a gondolkodás elé tér vissza, hogyha ragaszkodnál az ürességhez, akkor valamilyen bölcs gondolatban jelenik meg. Ahova húzódsz, ott nincs. Amit remélsz, amitől félsz, azokban nem találod meg. Amikor nagyon-nagyon zöld a növény, amit látsz az út mentén, vagy a kertedben, vagy az erdőben, akkor az azt jelenti, hogy közted és a világ közt vékonyodott a fal, és néha teljesen el is tud tűnni. Ami teljesen fantasztikus, amikor közted és egy másik ember között leomlik a fal, és egyé tudsz válni a másik ember lelkével. És ez az egyé a szeretet alapja. Nagyon sokan szeretnénk szerető érzelmekkel átjutni a másik emberhez. Miért nem sikerül? Mi híja van? Kiderül, hogy nem híja van, hanem valami fölösleges. Valamit még el kell mozdítani az útból. Valamilyen falat még le kéne bontani ahhoz, hogy a te lelked és az én lelkem, így a mi lelkünk egynek érezze magát. És ezért beszél a tan az akadályok elhárításáról, ezért szól a szívszútra a jelenségek teremtett mi voltáról, ezért szólunk a karma működéséről, hogy mennyire múlandó, mennyire energiaigényes. Mert ha ezt nem értjük meg, soha nem fogjuk a köztünk lévő falat lebontani. Sokan megkérdezik, hogy az en miért nem rögtön a szeretetről beszél. Azért nem, mert valami olyat szeretnénk tapasztalni, ami a szeretet eredete, a forrása ha csak a gyümölcs oldallal foglalkozol, elfelejted, hogy téd a kert, hogy te gyomlálod, hogy azt a fát te ültetted, és ekkor piacfüggőek leszünk. Csak a gyümölcsöt akarjuk bármi áron. És elfelejtjük, hogy azt mi termeljük meg, itt bent. Üdítő volt hallani a friss tapasztalást. És hidd el, hogy ezek a tapasztalások a lelked időtlenségében fognak őrizni, és évtizedek múlva is ugyanilyen tiszta lesz. Nem kötődik hozzá karma, nem kötődik hozzá énes emlék. Az a növény akkor csak zöld. Az első elvonulásom után soha olyan tisztán nem hallottam a cipősarka kopogását az Andrássy úton, mint akkor. Soha olyan tiszta az ég nem volt, mert először látod meg kristály tisztán, hogy csak kék. És te az énségeddel nem vagy ott, nem vagy magad és a világ közt. És ekkor megérted a személy és az ego közti különbséget. Később még talán artikulálni is tudod, meg tudod fogalmazni. De ez már másodlagos. A tapasztalás az elsődleges nézvén az egy héttel ezelőtti beszédet, és ami az elmúlt hét napban a templomban történt, hát szerencsére elmúlt minden aggodalmam. Az első három nap, ha visszaemlékszel, az eléggé necces volt. Sok szempontból határeset, hogy mennyi instrukcióból értesz. Mennyi tanításból fogod föl, hogy valójában miért vagy itt? Mennyi erőfeszítés után áll össze a szanga? Mikor kezdjük el a falakat lebontani? Hiszen gondolattal a gondolkodásból emelt falat csak vastagítod. Érzelemmel az érzelemből emelt falat csak vastagítod. És nem az érzelmekkel vagy a gondolatokkal van a baj, hanem a hozzájuk való viszonya, az énesüléssel, hogy ént csinálsz belőle és mostanára szépen összeálltunk az utolsó estére, így kell ezt. Hogy az életed végén elmondhast, hogy nem csak jó mulatság férfi munka volt, hanem hogy megérte, megérte leélni ezt az életet. Nagyon nehezen értettem meg középiskolás koromban, hogy miért mondta madács az ember tragédiájában, hogy és az élet célja egy küzdés maga túl elvont volt. Amikor Nimtól azt hallottam, hogy törek egy törek egy tízezer éven át, akkor az ő személyén és életművén keresztül sikerült valamennyire megértenem. De a legjobb tanítom az ez a templom. És itt, az előttetek, járók és az utánatok jövők. Ez a templom megtanít a küzdelemre és a törekvésre. Akármennyire is harmonikus a mindennapi életünk itt, aki csak egy kicsit ismeri ennek a helynek a történelmét, az pontosan tudja, hogy mibe kerül mindez. Törekvés nélkül szögre akaszthatnánk a kalapunkat, a botunkat, és ez az egész nem lenne. Törekvésből van összerakva. Célból, útból, erőfeszítésből van összerakva. És így belőlünk van. Igen, nagyon jó minőségű vörös fenyőt látszik falnyakként. Gyönyörű kóreai rizspapírt. Olyan rácsozatot, mint kóre a legegyszerűbb és legtisztább zentermének az ajtaján. Ez így van. De ez mégsem ebből van. Nem ebből épül föl. A belső templomodból épül föl a külső. És ha az megvan, minden megvan. De ha a belső templom összeomlik, összetörik, bekoszolódik, elrejtőzik, akkor nem jutsz el a másik emberig. Akkor nem látsz tisztán. Akkor nem találod a helyed. Nincs meg az utad. Elveszett az életcélod. És minden bajod van, és ezeknek az okát kívül keresed legfőképpen a másik emberben, hogy miattad, hogy te voltál az. Hogy miattad érzem így magam. És ezáltal mások karmájának a következményévé válunk. Lefokozzuk magunkat, és elveszítjük teremtő képességünket. És az ennek az az egyszerű és tiszta tanítása, hogy a tudat által teremtetik a világ. Közös tudatunk által teremtetik a világ. Egyénileg, párban, családban, csoportban, még nagyobb csoportban, társadalomban, akárhová nyitott ki az optikát, emberi, teremtést találsz. Tudatunk minőségének megfelelő ez a teremtés. Nem lesz jobb, és nem lesz rosszabb. Amilyen tudatminőséged van, olyan világod van. Szenvedsz és szenvedtetsz, ilyen tudatod van. Boldog vagy és boldogítasz, ilyen tudatod van. Tehát nem az a kérdés pusztán, hogy mi vagy, hanem az, hogy mit szeretnél. Kivé szeretnél válni abból, aki most vagy? Milyen az irányod? Nem pusztán az a kérdés, hogy most milyen világot élünk, hanem az, hogy milyet szeretnénk. Mert ez vezérli a változást, ez vezérli a cselekedeteinket, a beszédünket, a gondolatainkat és az érzelmeinket. Tehát az út nem nehéz, csak ne alkoss ítéletet, lásd tisztán, és törekedj. Kinek van kérdése? Azt szeretném megkérdezni, hogy a hit és önbecsülés között mi a kapcsolat pont ennek bevezetőt kapcsán? Körülbelül annyi a kapcsolat, mint egy konzerv és a konzerv gyár között. Ha nincs hited, akkor semmit sincs. Hogyha a hitet torz, az egész világot torz. Hogyha helyes a hited, akkor önbecsülésed is van. De ez nem mások lebecsülésének az árán. Tehát onnan tudod, hogy helyes a hited, hogy az önbecsülésed nem mások rovására érvényesül. Köszönöm szépen. Szívesen. Néha előfordul velem az, hogy automatikusan egyetértek másnak a véleményével, közben utána jövök rá arra, hogy amúgy ezt én nem is gondolom, hogy így van, de hogyha nem értenék vele egyet, akkor mondjuk ilyen társadalmon kívülinek érezni magam, akivel nem lehet együtt működni. Ezt tudod, miért van így? Nem. Mert nagyon jó szüleid vannak. És megtanították neked a világot úgy, ahogy azt elhiheted. Tehát a világból jövő impulzusokat te alapvetően elhiszed, mert egy korrekt világképed van. Nem az érvényesült, hogy a családban egy más törvényt tanítottak neked, mint ami a világban van. Egyik legnagyobb kincs. Tehát amikor oda jutsz, úgy szeresd a gyerekeidet, hogy közben ugyanazt a törvényt tanulják, mint ami a világban van. De a családon belüli intimitás és a családon kívüli világi lét más. Tehát amit megadunk egymásnak, mint család, az természetesen nem adhatjuk meg másoknak. Nézd meg, hogy meddig hiheted el mások gondolatait. Mindig veszd össze a valósággal. És előbb-utóbb meg lesz az a tapasztalás is, hogy hogyan válsz önállóvá, és alakítod ki a saját gondolkodásmódodat és érzésvilágodat, anélkül, hogy elidegenednél a szüleittől. És akkor mindegy, hogy mit gondolnak rólad. Amíg te a valósággal összhangban vagy, addig a vélemények lepattannak rólad. Ha illúzióvilágban vagy, akkor mindenki a tanítóddá válik. Mert akkor ő van az igazság. És nálad van valamilyen ábránd világ. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Ha jól tudom, te több száz napost is csináltál nálunk, miért nincs erre lehetőség? Van lehetőség. Tényleg? Persze. És csinálta már valaki? Még nem, még nem értek el odáig. És hogyha valaki szeretne, akkor így lehet? Lehet. Kétféle száznapos elvonulás van. Az egyik, amit megbeszél velem előre, a másik, amit nem. Ez utóbbi esetében nekem nincs dolgom. Arra vagyok kíváncsi, amit veled megbeszél előtte. Hát ez nehéz kenyér lesz mert a közös elvonulás az tényleg olyan, mint egy óceánjáron, vagy nagy kompon való tengerjárás, a szóló pedig olyan, mint amikor egyedül az egész világ körül, mint mondjuk a vitorlás verseny. Az is egyébként 90 és 100 nap között van. Nagyon érdekes. Akkor mehet valaki 100 naposra, amikor én már nem látom azt, hogy biztosan bukna és ehhez föl kell nőni, aki szóló elvonulást szeretne, nyugodtan beszéljen velem, főleg akkor, hogyha mondjuk a mi hagyományunkban van, mert úgy könnyebb. Előtte a nagyját mindenképp csoportos elvonulásokon kell átélni. Egy elvonulástán három nagyon fontos dolog van. Az első, hogy akármi történik, végigcsinálod. Olyan nincs, hogy idő előtt lejössz a hegyről adott dátumon fölmész, adott dátumon lejössz közte, esetleg hordágyon. De akkor beteg lettél. Megjavítanak, és mész vissza a hegyre, azon nyomban. De inkább az orvos jön föl hozzád, és te nem mész le a hegyről. Számos olyan szerzetes világít ismertem, akik végigcsinálták, és egyet-kettőt, akik nem. És ezt a töréstők lemásolták később az életük egyéb helyzeteiben. Amikor a saját akaratodat darabokra töröd a feladással, a kudarccal, a magadra mért verességgel, akkor ez később a téthelyzetekben magad ellen fordul. Nem megcsináltad magaddal. És akkor az később is úgy lesz. A második, hogy ami a hegyen történt, azt hagyd a hegyen. Teljesen mindegy, hogy te hányszor buktál a napi rendben, hányszor akartad abba hagyni, de mégse hagytad abba, hogy milyen dinoszauruszokat, pillangókat, mennyet és poklót láttál, ez nem a másik ember dolga. Ezt max a tanítódnak elmondhatod, annak meg minek? Ő már látott hasonlót. Ő rád néz, nem a karmádra. Tehát ami a hegyen volt, az hagyd fönn a hegyen, és ne hozzá le onnan te semmit. Egyrészt a világ nem érti, ha érti, félreérti és egy olyasféle énséggel kezdesz kényszerűen élni, ami rosszabb, mint az elvonulás előtti. Az előtt legalább természetes hibáid voltak. Most ezek ilyen érthetetlen hibák. És a harmadik az, hogy nem hiheted azt, hogy te elértél bármit. Tehát, hogyha te úgy jössz le, hogy nagy B-vel, butha, bot hiszatva, és én a, pont, 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 az akkora pofont fog kapni, szerencséje, ha csak a tanítójától. De ha nem, akkor a világtól. Miért? A buddha természeted már azelőtt megvolt, hogy fölmentél volna a hegyre. Az nem lett se több, ke se kevesebb. Amíg a hegyen voltál, max a karmádat lapátoltad félre. Ki tudja meddig. És amikor lejöttél a hegyről, akkor de pontosan ugyanaz az önvaló vagy, csak az avatárod változott meg egy kicsit. Hogy ezért nem értél el semmit, de az elvonulás nagyon fontos, az életekre kihat. És uh, aki komolyan foglalkozik mondjuk a zennál, annak ajánlod az annál, annak ajánlód az egyéni. Van olyan? Végig röhögtük az összes interjút. Van olyan, aki komolyan foglalkozik ezzel? Akkor teljesen egyik komolyan foglalkozik, vagy nem? Aki nem gyakorol, annak javaslod az egyéni száznapos elvonulást valamikor. Ki az az egyén, aki gyakorolja ezt? És még? barna. Neki már nem javaslom a száznapos elvonulást. De szerintem a barna padlónak nincs is szüksége száznapos elvonulásra. Neked lehet, és amikor eljön az idő, akkor megtalálunk egy ilyen kis kunyhót, komfort nélkül a hegyen, és akkor lehet szólózni. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Kérdésem az lenne, hogy hogyan tudjuk megtartani hosszú távon azokat a változásokat, amiket itt tudtunk megszerezni. Hogyan lehet, hogy az ég az mindig kék? Ez hogy van? Úgy, hogy az ég az kék. Na de mitől? Hát egyszer csak elváltozik, oxigéntartalma tartalma csökken, és egyszer csak mondjuk más színe lesz, mert több lesz a kén-dioxid vagy a nitrogén. Hát akkor? Attól az ég kék. Na de hogy tartod meg azt a kékséget? Ha nem a felhőkre koncentrálsz, hanem az égre, akkor ez mindig kék marad. Tehát, hogyha folyamatosan visszatérsz igaz természetedhez, és megtartod a tiszta tükörszerű tudatot a maga egységében, épségében, tisztaságában, törhetetlenségében, torzítatlanságában, akkor akármilyen felhő jön, te azzal nem fogsz azonosulni. Mondok egy hasonlatot. Képzeld el, hogy a lényegünk egy platni. Egy régi elektromos főzőlap. Semmi úri huncutság. Kerámia lap, meg egyéb ilyen laposságok. Nem. Régi elektromos főzőlap. Bekapcsolod, felmelegszik, kikapcsolod, lehűl. Hogyha ez nagyon-nagyon forró, akkor rácsöppentesz egy csepp vizet, és így csss, elpárolog egy gőzpamacsban. Hogyha átlagos hőmérsékletű, rácsöppented, kis idő eltelik, elpárolog, de a csepp nyoma ott marad. Egy ideig. Ha nagyon hideg, akkor rajta marad a víz tartósan, napokig esetleg. Ha fagyott, akkor egy jégrétek keletkezik rajta. És ahogy fagyott állapotában újabb és újabb cseppek érkeznek rá, a fagypont alatti fémre egyre vastagabb jégkéreg rakódik. És hogyha egyszer valaki megütti egy hatalmas kalapáccsal a jeget, akkor a jég is törik, és a fém is törik. Ha igazi önvalónkat tapasztaljuk, és ezt a tapasztalatot erősen, tisztán tartjuk, akkor a karmánk teljesen másképp ér minket. Ha ez a főzőlap elképesztően forró, rá se cseppen. Annyira forró a levegő fölötte, hogy már röptében elpárolog. Tehát látod, de nem azonosulsz vele. Nem láttam jobbat, mint a rendszeres gyakorlás. A rendszeres gyakorlás fontosabb, mint ezek az elképesztően spektakuláris átélések, amiket később úgy vakarod a fejed. Na, ez honnan jött? Tehát nagyon sokan vágynak erre, sőt, nagyon sokan tárolnak ilyet a kis darmazsákjukban, de. Ennél sokkal fontosabb az, hogy naponta rendszeresen, alázattal, odafordulással szerényen gyakorolj. Mert ez az, ami eredményt hoz. Nem láttam olyan mestert, aki ne élete végéig gyakorolt volna valamilyen formában. És ez azért eléggé elmondja, hogy ez mibe kerül, mit kell értetenned. Tehát az ég az mindig kék. De néha vastag felhőtakaró jön el és abból jön már a vihar, a tornádó, az ivatar, hurikán, és a többi. És a karmádnak az üzemanyaga, az elképesztő vízpára, amit ezek a szelek a tengerből szépen felszippantanak, és így mennek a szárazföld felé. Magyarul azért is szükség van a gyakorlatra, hogy végre a te személyes tudattalanod egy picit tisztább legyen, mint születéskor volt. Hogy ne így menjünk tovább, mint ahogy megszülettünk, plusz a változások egy ember élet alatt. Elgondoltad már, hogy miért nem olyan gyorsan növünk föl, mint az állatok? A legtöbb főemlős egy-két éves. Minden kész. Legtöbb fél év is. Érett, rohangál, mindent tud. Gondold el, hogyha a saját karmánk két év alatt manifesztálódna, mondjuk a 17-18 helyett, és az lenne a nagykorúság. Hát mi mindent élnénk? Hát belepusztulnánk, olyan intenzív lenne. Tehát annyira komplex és terhelt az emberi karma, amit lehozunk a tudattalanunkban, hogy szépen, lassan, és még így is milyen drámák között manifestálódik, ahogy növekszünk szépen fölfelé. Tehát mire mi épp, hogy megtanulunk járni, és szobatiszták vagyunk, kommunikáció még valahol a gügyögésben, ott a felhők fölött, Addigra a legtöbb főemlős már mindent tud, és csinálja, és rohangál, és párzik, és vándorol, és legel, és pusztít, és pusztul. Nekünk ez elképesztően hosszú idő. És pont ezért. Olyan mennyiségű karmát hozunk le, hogy elpusztulnánk bele, ha az két-három év alatt ránk szakadna, és nem 17, 18, és még tovább. Hát az első Szaturnusz ciklusod, az a középen 28 év, plusz-minusz másfél, az pont arról szól, hogy a karmád évgyűrűit éled, és ezek nem egyenlő vastagságúak. Azonosulásod mértékében vastag vagy vékony egy korábbi gyűrű. És ezt az archetipikus valóságot éled, egyrészt az otthon képében, akikhez születtél és ahova születtél, és utána pedig a külvilág képében, a szomszédok, aztán a barátok közt, aztán a még jobb barátok közt is, ahogy mész az utadon. Tehát elképesztően fontos ennek az eredeti tudatnak a tapasztalása, mert a karmánk az jobbra-balra vágna minket. És amikor arról beszél a, a, kultúra, hogy kárhozat, az az út eltévesztése. Amikor megszűnik a kékék -kék tudattal, mert csak a felhőkkel foglalkozol, mert elfelejtetted, hogy fölöttekék az ég, és azt hiszett, hogy csak felhők vannak. Ez a menedék elvesztése Ázsiában, és kárhozat itt a keresztény nyugaton. Nagyon fontos ennek a pillanatnak a letisztázása, és az önvalónk tapasztalása, mert ettől leszünk szellemileg felnőttek, önállóak, teremtőképesek, segítőkészek. Bizony, ezek a minőségek pont ebből jönnek. Hogy tartsd azt az eget kéken. Köszönöm, szívesen. Azt mondod, hogy ha rendszeresen gyakorolsz, annak meg lesz az eredménye. Amikor rájövök, hogy eredményért gyakoroltam, akkor rendszeresen csalódnom kell. Hogyan kell ezzel az eredménnyel bánni? Úgy, hogy nincs eredmény. Azt mondtad, hogy ha rendszeresen gyakorlok, annak meg lesz az eredménye. Így van. És ez az eredmény az üresség maga. És amikor eredményesen gyakorolsz, az nem valami névhez, formához vagy állapothoz köthető dolog, hanem a tükörnek a letisztulása, amely eredetileg üres, mint a tér, és tiszta, mint a tükör. Tehát az eredmény itt nem eredmény. Ha eredménytelennek mondod, hiba, ha megragadod az eredményt, és azonosulsz vele, az is hiba. Tehát úgy van eredmény, hogy nincs eredmény. Ekkor nem köt meg. Csalódást okoztam? Kicsit, igen. Kicsit? Akkor mondom még. Jó. Ne várjál semmit, ne féljél semmitől, ne remélj semmit, kövess az utat egyenesen előre. Most már nagyobb lesz az illúzióvesztés. Jó? Egy kérdés. Ne várjál semmit, ne remélj semmit, menjél előre, ne gondolkodj, ne csekkolj, csak tedd, és ne akardál adni, mert ahogy hallottad, azt nem lehet. Ezeket pont egy giliszta is meg tudja csinálni. Nem, ő nem mondja ezeket. De megcsinálja. Te viszont mondod. Nem megy egyenesen. Only go straight don't know. Igen, de a gyűrűs féreg nem tud egyenesen menni. Ha van hely, akkor megy. Nem. Ilyen kis hullámokban kúszik. Nézd meg egy gilisztát. Nem tud valójában egyenesen menni. Kis apró hullámokban megy le föl. Szungszánszorim szóval, azt mondta, hogy only go straight, az néha take a left turn. Igen, de ezt a giliszte is ezt csinálja. De azt nem egy gilisztának mondta, hanem egy sofőrnek, akivel éppen hazamentek. Na nagyon más. Viszont azt el kell döntened, hogy pusztán egy intelligensnek mondott tápcsatornaként óhajtod-e lejelni az életedet, vagy pedig valami másként. És ez egy nagyon jó kérdés, várom hozzá a perisztaltikát. Tehát a helyzet az, már áthaladt a nyilavároson. Tehát a helyzet az, hogy te döntöd el, hogy mikor szeretnél felébredni, és a mi homo sapiensünk esetében a legnagyobb röhögőgörcs, hogy bölcsnek gondoljuk magunkat itt fai szinten, akkor szoktuk ezt megcsinálni, amikor már annyira elveszett a bölcsesség, hogy ilyen szenvedés halmazok vannak. Na, akkor kapunk csak kézbe. Tehát gyárilag ez alig van bennünk nagyon komoly korábbi karma kell, magyarul predispozíció, hogy te gyerekkorodtól fogva azzal foglalkozz, hogy fel akarj ébredni. Általában nem ezzel foglalkozunk. Szórakoztatjuk magunkat, boldogok akarunk lenni, önmegvalósítást folytatunk, stb. Sajnos, vagy tán szerencsére, kritikus küszöb fölötti szenvedés nélkül nem lépsz rá a felébredés útjára. Anélkül nulla fok az magát intelligensnek, sőt, a legintelligensebbnek tartó tápcsatornaként végigpusztítjuk a Földet, egymást is, néha magunkat is, és szerbusz. Rossz hír, következő életedben ugyanezt ismétlhet, ha ebben az életedben nem változtatsz rajta. Ennyit a Gilisztáról. Mégis van egy intellektusunk, ugyebár. Hát azt hisszük. Mekkora az az intellektus és hány kilós? Hát amekkora az az odaülés. Ó, oh, hát beszélsz. ez nem intellektus, tehát ez... Elég okosnak hangzik, amiket mondasz, sőt, nagyon retorikailag is nagyon cizellált, logikailag is hibátlan, és mégis arról beszélsz, hogy ne bízunk ezekbe, akkor miben bízunk? Bántottalak? Én nem bántani akartalak. Hogy védekezik? Akkor Te megütlek. Akkor bántalak én is. Mert azt hiszed, hogy az ütés bántás? Akkor elnézést kérek. Na, így működik az intellektus, tessék. Ezért nem használjuk az intellektust a végcél elérésére, és ezért a racionális elme szörnyűséges uralkodó. Ha valami nagyobbat szolgál, ami nem önmaga, akkor esélyünk van meghaladni a saját intellektusunkat, amelyre elképesztően büszkék vagyunk. Tehát a csípgyáraktól kezdve a különböző művészeti ágakig Mindenki azt gondolja, hogy na, az én találmányom, az én alkotásom, az én gondolatom, na, az non plus ultra, a legfeljebb való. És ez a leg, ez probléma. Ez baj. Az, hogy jobb, mint a korábbi, az gyönyörű. De hogy később nálam is jobbak lesznek, az törvényszerű. Hát milyen gyönyörű, amikor legalábbis a Mahajánában Sákyomuni beszél korábbi buthákról, Dípamkara Budha, Kásyapa Budha, és még számtalan egyéb Budha, akik előtte voltak. Tehát ő beáll a sorba, sőt, sort teremt. Nagyon utána kéne nézni, hogy Sákjamuni Budha tanításán kívül hol találkozol a -e Dípamkara Budhával, vagy Kásyapa Budhával. Vagy a a tanításán kívül hol látod Maitreya, a jövendő Budha, a szeretett Budhájának az eljövetelét aki utána következik elképesztően fontos, hogy lásd a helyedet. Az, hogy honnan jöttél és hová mész. Szellemileg is kinek vagy a gyermeke, és kinek adsz át tant. És akkor ott vagy a helyeden. Az intellektusod nem a trónra lép, hanem mondjuk segíti ezt a világot helyesebben működni. Nagyon más. Egyéb kérdés? Szokták mondani, hogy stressz helyzetbe jön elő valódi önmagunk. Ez igaz? Valódibb, van annál rosszabb is, de a stressz helyzetben előjön egy olyan személyiség személyiségréteg, amit addig nem láttál. Tehát válsághelyzet előtt nagyjából azt hazudunk magunkról, amit szeretnénk, és válsághelyzetben kőkeményen megtudjuk, hogy kik vagyunk. Az lenne a kérdésem még, hogy mondjuk egy betegség alatt Ugyanúgy ugyanez a stressz helyzet jön ki, vagy ott a problémák nyűgök, halmazódnak fel. Is. Ugyanaz a típusú stressz helyzet, de elnyújtottan. Tehát egy válság az nagyon-nagyon gyorsan bekövetkezik, maradhat egy darabig. Tehát mondjuk a fizikai mi voltod, az működik, ott a lelki nem működik rendesen. Ez a válság. A betegség viszont olyan, hogy hát ugye szomatizáltál valamilyen karmát, vagy nem figyeltél, és lábadra lépett a villamos, tehát külső vagy belső problémát, de testre vittél. És akkor azon keresztül hasonló önismeretet tapasztalsz, csak elosztva, lassabban. Nem jobb és nem rosszabb egyik a másiknál. De mind a kettőből ki kell jönni. A válsághelyzet az arra óriási lehetőség, hogy önmagadat egy verziós frissítsd. Mert a régi az úgyis szétesett. A hibái olyan kritikus küszöböt értek el, hogy nem lehetett tartani. És ha már szétesett, akkor ne ugyanúgy rakd össze, mert akkor ugyanúgy szét fog esni később. Hát frissítsd magad, tanulj a hibáidból, és egy, egy újabb verzióját önmagadnak úgy teremtsd meg, hogy tanultál a múltadból. Ez a betegségre ugyanúgy igaz. Amitől te beteg lettél, az egy krónikus, fennálló fizikai körülmény, azon változtatni kell. Muszáj. A lelki ugyanez. És hogyha okos vagy, akkor tervezed a válságaidat. Tehát megengeded, hogy az életed egy részében, egy adott területen előforduljon káosz, rendetlenség, megoldatlanság, azt a területet, azt elkezded figyelni, menedzselni, azon keresztül változni. Ez a tervezett, vagy azt mondom, kicsit jobban menedzselt válság, mint amikor azt hiszük, hogy semmi bajunk, hogy jól vagyunk, hogy mi majd, hogy nem tökéletesek vagyunk, aztán egy csak bum, egy teljesen váratlan szögből akkorát kapunk, hogy szétszakad az életünk. Látni kell egy kellő belső szintességgel, hogy hol vannak a megoldatlanságaid, is, azokat elvállalni, azokat megélni, azokon keresztül változni, sokkal emberibb és őszintébbé tesz, ráadásul az úton is haladsz, mert látás nélkül nem megy. Egyre jobban kell ezt látni. Közben itt mondtad, hogy éljük meg azt, és ezáltal változunk, mert pont ez lett volna a másik, hogy hogy lehet ezt úgy, hogy javítani rajta, hogy ne elfolytás legyen belőle. De ha például... elfolytott hiba, ha kiélet hiba, ha elpusztulsz bele, az is hiba. Tehát ez a három, amit kerüljünk el. Akkor biztos tanulsz belőle. Ha ezt a három hibát elkerülöd, csak jó jöhetsz ki belőle. Szóval akkor még se éljük ki. De megéljük, csak nem úgy, ahogy eltervezed. A kiélés az a világra való rádobás. Az elfolytás a tudattalanodba való legyömöszölés. A kettő között van egy elképesztően keskeny közép, amikor látod, és a személyes teredben engeded megnyilatkozni. De nem projektálod a világra, nem teszed az emberi kapcsolat a felelőssé ezért. Te vagy a felelőse, mert te teremted. Nem folytod el, és nem vetíted ki a világra, de látod, érzed, ott ízzik. És a látás általi megszabadulás, az bekövetkezik, mert nem azonosulsz vele megszűnsz újra teremteni, kiveszed az energiád belőle, nem teszel több információt belé. És mi a legfőbb információ? Az az öntudat, hogy én ezzel azonos vagyok, vagy ettől különbözöm. És mind a kettő hiba. Tartsd a nem tudhatod. Köszönöm. Szívesen. Mit kell tenni abban a helyzetben, amikor úgy érzem, hogy gyakorlatilag csak tőlem függ az, hogy én jól érzem magam. Oké, okay, ez lehet általános is, de hogy öm, valami miatt nem érzem magam rosszul egy helyzetben, pedig elméletileg ki kéne belőle lépnem, csak nincsen semmi, ami alátámaszza ezt, hogy végül is miért lépjek ki, ha nem érzem rosszul magam. Csak a barátaim véleménye, akik véleménye számít. Elárulod, hogy mi ez a helyzet? Mert annyira körüljártad, olyan óvatosan, tehát a körkarámban a ló nem tud ilyen óvatosan menni, lépdelni vagy galoppozni, akkor a sugarú ez a körkarám, hogy nem is látom a szél. Legyél konkrét, hogy segíthessek neked. Nem Jó. a titkaid érdekelnek, mert. Jó. Szóval beszélgettem sokáig egy sráccal, és... Beszélgettél? Igen. Sokáig? Igen. Egy sráccal? É, és jó, semmi nem történt utána? Csetán, mert... Ah. Jó, tudom, ez egyre rosszabb. Ez egyre rosszabb. És pont ez a probléma. Pont ez a probléma, hogy, hát hogy ez. tudom, hogy egyre rosszabb, csak egyszerűen nem éreztem magam elég rosszul ahhoz magam, hogy kilépjek belőle. Van egy univerzális mozdulat, ami a főkapcsoló. Nem csak, hogy kilépek a programból, Á, hát akkor az értesítés még ott van a képernyőn. Az egészet kikapcsolod úgy, ahogy van, és felcseréled egy valós beszélgetésre sokáig egy srácsal. És hogyha nagyon jól sikerült a beszélgetés, akkor egy-két ilyen fontos alkalom után mondjuk hazahozod és bemutatod sellőnek és vadvirágnak és miután bemutattad őt sellőnek és vadvirágnak, esetleg a szüleidnek is. Ha mind a kettőt kibírta, akkor van esélye. Tehát akkor nem minden olyan helyzet, ahol nem érzem rosszul magam, abban benne kell maradni, vagy... Nem, nem kell benne maradnod, csak azért, mert nem rossz. Nézd meg, hogy hova vezet. Tehát, hogy mi az iránya. Ha elképesztően rosszul érezzük magunkat helyzetekben, kapcsolatokban, de tudod, hogy az merre visz. Tehát kibírod. Kibírod, mert ott van a szakasz végén, az adott fejezet végén egy olyasféle átélés, gyümölcs eredmény, ami kell. Tehát elviselet hogy rosszul érzed magad egy ideig, mert tudod, hogy az meg fog szűnni, és ami maradna, az kell. Bizonyos időszakokat Kóreában a külföldi szerzetesek nem bírtak volna ilyen elkülni, és nem csak én, mások sem. Tehát gondold el, hogy évekig létezni ugye, egy olyan kultúrában, egy mindent újra kell tanulnod. Mindent. Még az is, hogy hogy jársz, hogy öltözködöl, hogy eszel, mit eszel, hogy beszélsz. Kit fogsz meg így a, az alkarjánál fogva, és kit nem lehet megfogni így az alkarjánál fogva. Hogy ez azt jelenti, hogy gyere ide. Pedig Európában egy kicsit ez más. Tehát teljesen más a helyzet. Nézd meg, hogy mivé válsz, kivé válsz azáltal, hogy egy helyzetben benne maradsz, vagy egy kapcsolatban benne maradsz, és az hova visz téged. Kivé válsz ezáltal. Ha jó, ha rossz, ez egy idő után mindegy lesz. Azért egy nagyon nyugodt ilyen téli estén, amikor tényleg semmi nincs odaként, és a lovak is már ben vannak az istálóban, és minden rendben van, egyszer igen kitűnő emlékezetű szüleidet kérdezd meg az első három évről. Úgy apróra, alaposan, hogy mi volt itt az első három évben úgy belül, és már az éltek együtt ők annyit, hogy elmondhassák előtted egymásnak, hogy bizony nem minden volt olyan fényes, mint, ahogy azt később esetleg neked mondták, amikor te még sokkal fiatalabb voltál, és csak nődögéltél fölfelé, és pozitív megerősítésekre és motivációra volt szükséged, hogy te azt lásd, amit akkor látnod kell hogy milyen kétségeik voltak, hogy miken kellett keresztül menni, hogy milyen harcaik voltak egymással magukkal, azért az egy nagyon komoly tanulmány. Na ettől leszel felnőtt, hogy ezt magadban megharcolod, és azzá válsz, akivé úgy érzed, hogy válnod kell. Akivé tényleg akarsz lenni. És akkor járod azt az utat, hogy amikor visszanézel, nem csak az életed végén, oh, nagyon sokszor visszanézünk mi. Sokszor. Bejártam ezt, érdemes volt? Vagy csak cikcakkoztam a saját hülyeségem miatt. Vagy körbe-körbe forogtam az ideáim körül vagy összeszakadtam, és bementem a útburkolat alá, mert annyira féltem. Vagy felrobbantottam a hidat, mert feladtam. Tehát nagyon-nagyon komoly visszatekintések lehetségesek, és én lelkesítek mindenkit, hogy ne veszel a múltban, hanem lásd azt a karmát, amit a múltadból itt őrzöl a jelenben. Mert a múltad, ami abból fontos, az nem múlt el, az itt van a jelenben. A jövőd az nem valamikor következik, az már most itt van a jelenben. Csak még nem jöttél rá, hogy az az. Úgyhogy nézd meg a helyzetet, nézd meg a kapcsolatot, nézd meg a működést, és egy idő után, hogy azt majd hallani fogod a hosszú téli estéken, mindegy, hogy te hogy érzed magad, mert az elkötelezettséged, a vállalásod, az emberi mi voltod fontosabb, mint hogy épp akkor azt jónak vagy rossznak tapasztalod. Jó? Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy a pátosz, a patetikus állapot az őszintétlenséget jelent? Vagy azt jelenti, hogy túlságosan távol vagyok az egyszerűségtől, az itt és mostól? Szóval, miért van az, hogy az Mi ember. Mi a pátosz ilyen... magyarul? Hajaj. Fordíts le, nem nagyon tólo görögül. Én se tudom az eredetiét. Tehát Pedig kapásból... kéne. Ugyanis amikor azt mondjuk a négy bóthiszatva fogadalomban, hogy a szenvedélyek kötelékei sokfélék, akkor ez pont arra a pátoszra vonatkozik, amelyre a görögök eredetileg gondoltak. Tehát a pátosz az nem pusztán szenvedély, hogy most érzelmeim vannak a köbön, hanem az a lélek betegsége, a pszichopata ebből jön. Tehát a beteg lelkű az a pszichopata. Tehát nagyon fontos látni, hogy a, a, görögök pontosan azért adták ezt a nevet, hogy szenvedély, mert ilyen görög drámai módon, meg Shakespeare drámai módon el tudja torzítani az ember lelkét egy adott érzelem, ha azt így milliószorosára növeli. Tehát nézd meg, hogy mikor sózol el egy ételt. Só volt túl sok lett. Nézd meg, hogy egy kapcsolatnál mikor voltál túlféltékeny. Akkor túlbirtokló módon viselkedt, és elrontotta az egészet. Mikor voltál túl megengedő? És akkor ez a megengedés rontotta el az egészet. Tehát az, ami aránytalan, az, ami nincs középen, az, ami nincs kapcsolatban a környezetével, az el tud szigetelődni, és túl intenzív lesz, egyensúlytalanságot hoz létre. Tehát a pátosz az az egyensúlytalanságtól a szenvedélyig és a beteg lélekig mindent jelenthet nullától száz százalékig. Jó? Köszönöm Cívesen. szépen. A koan interjúk azok fontos elemei az itt tartózkodásunknak. Személy szerint a koan interjúk, hiszen többen is voltunk, személy szerint volt, ami után a békafeneke alatt három méterrel éreztem magam. Csak. Ez még nagyon a... jó. Van, amikor úgy a pokolba kívánod az egészet, hogy soha többet nem akarsz visszajönni, és azt mondod, hogy hogy lehettem ilyen elképesztően hülye, hogy idejöttem és kitettem magam annak, hogy három érett fiatalember azt mondja neked, hogy nem. Nem jó a megoldásod. Nem helyes. És hogy gyere legközelebb. Én szeretem a kihívásokat, tehát számomra Látom. ezek... Számomra ezek uh, tudnak pesdítő hatással hatni, bár sokszor elmondtam ezt magamnak, amit most nem mondtál az előbb. És a, az utolsó uh, Cohen interjú az uh, kattok folyamatosan a fejembe, tehát majd valamikor biztos intuitíven előjön. A kérdésem az viszont arra vonatkozna, hogy uh, butaság vagy nem butaság, vagy uh, szabad-e otthon tréningeztetni? Ezt a dolgot. Tehát arra gondolok konkrétan, hogy baráti körben vannak nagyon édes, aranyos, 6-7 éves gyerkőcök. Tehetek-e föl nekik ilyen kérdést, hogy miért zöld a póló? Mert hogy, vagy hogy miért, miért van két szemed? Mert ők még gyereki módon tudnak reagálni, amiből tudnék tanulni. Mert én rájöttem, személy szerint magammal az a baj, hogy gondolkodnék, amit el kellene kerülni. Egy gyerek viszont nem gondolkodik, az még spontán jön. Tehát ezt használhatom-e otthon egyfajta tréningez, tréningező módszerként, hogy a gyerekeket megkérdezem ilyen módon? Az ilyen édes, egyszerű, nagyon nyitott kuhanokkal, ami csak egy kérdés, lehet. De a válasz akkor sem a tied. Tehát tanulhatsz belőle, de ez a te gyakorlatodat nem segíti. Konkrét történeteket viszont tilos nekik föltenni. Miért? Mert nagyon valószínű, hogy helyesen válaszolnák meg, és akkor viszont neked véged van. A gyerekekkel nem az a probléma, hogy nem tudják megválaszolni a kornokat. Nekem volt 7 és 9 éves testvérpár a tanítványom, 7 éves volt a fiú, 9 éves a kislány. Döbbenetes, hogy amikor a kis félelmét a fiúcska leküzdötte, akkor hogy rongyoltak előre a tíz kapun. Hihetetlen volt. Viszont eltelt két év, és elfelejtettek mindent. Mindent. Nem tudják megtartani. Tehát ezért mondta a legnagyobb nyugati bothiszatvánk, a teljesen megvilágosodott, hogy bizony, mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek újra, akkor nem léphettek be a nonduális mennyország kapuján. Tehát ez nagyon fontos, hogy Elképesztően eredeti a kuan, miért? Mert az eredeti tudatodhoz szól, és abból ered. A gyerekek édesek, nyugodtan kérdezgessed őket az ilyen alapvető dolgokról. Szumszenszömi is megcsánta, benne vannak a könyvünkben Nagyon szép tapasztalatok, konkrét eseteket viszont nem. Értem, köszönöm no, szépen. Szívesen. Miért ragaszkodik az ember annyira a szenvedéshez? Mert megszokta, és nem tud mást és abban a paradox helyzetben van, hogy azt gondolja, hogy ha csak elviseli a fájdalmat, attól boldog lesz. És ez nincs így. A fájdalom elviselése az legjobb esetben is csak 50 százalék. El kell tudni viselni, ez így van. De a másik 50 százalék az a boldogságnak a megteremtése, ami már nem a fájdalom tapasztalatáról szól. Azt tudjuk, hogy ahogy ezt a régi magyar Rigmus mondta, aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Igen, csak aki nagyon nagy pokolszakértővé szakértővé vált, az olyan boldoggá akarját tenni magát a pokolban, hogy ki se akar onnan jönni. Mosolyogva rotyog az üstben. És üvölt fölfelé, hogy nézzétek, hogy én milyen gyerek vagyok, milyen elképesztően jól tudok szenvedni. És a szenvedés az figyelmet vonz, szeretetet követel, jelenlétet kíván, stb. stb. De valahol, és ez nagyon törvényszerű, a tudatosan megtartott és önös módon gyakorolt szenvedés egy nagyon vastag énkérget növeszt az emberre. Tehát nem igaz az, hogy a szenvedés önmagában a megszabadulás útjára tereli az illetőt életeken keresztül tudjuk például a hamisan felfogott büszkeségen keresztül járni ugyanazokat a köröket, hogy én ez vagyok, nekem ez jár, én csak így tudok gondolkodni, és csak nekem van igazam, és a többi köves amit mondok. Érted? Ezek a dolgok életeken keresztül a személyiség magvát tudják alkotni. Egész addig, amíg el nem dönti a hordozó, a lélek, hogy ezt most abba hagyom ebből a szenvedésből én kijövök. Ebből az illúzióból fel akarok ébredni. Elég volt. Mi kell ahhoz, hogy elég legyen? És amikor elég volt, akkor jössz ki a szenvedésből, addig ismétled. Ha rosszul érzed magad tőle, ha jól érzed magad tőle, ismétled. A szenvedés önös voltával önmagában nem lenne baj, csak az is ugye kisugárzik. Tehát ha te szenvedteted magadat, abból automatikusan következik, hogy szenvedteted a környezetet is. Nem marad meg a kis egódon belül. Az spriccel ki a környezetedre. Kőkemény. Ezért mondta Szunk ha az egy tudat tiszta, az egész világegyetem tiszta. Ha az egy tudat nem tiszta, az egész világegyetem nem tiszta. Ennyi múlik az egyénen. Tehát minden azon az egyénen múlik, akit te énnek nevezel. Hogy hogy fogod föl, jól vagy rosszul, az most másodlagos. De minden ezen az énen múlik. Rajtad múlik. Egyéb kérdés? Egy pár kérdéssel ezelőtt volt arról szó, hogy az ember, ha megbetegszik, tehát a psziché megbetegíti a szomát, akkor meg kell, hogy fejlődjön önön magát. És mi van, hogyha ez eljön, tehát megfejlődjön magát, de viszont a környezet ezt az újabb önmagát nem fogadja már el. Akkor a környezettől meg kell kérdezni, hogy hogy szerettek engem jobban, egészségesen vagy betegen? És ha azt mondják, hogy egészségesen, akkor meg kell őket kérni, hogy ne betegítsenek meg téged. Köszönöm szépen. Szívesen. Ha a tudat terében tartom a szenvedést, és nem harcolok, és nem menekülök, de azt mondom neki, hogy elég volt, abban a pillanatban kapcsolatot teremtettem vele. Mert nem hagyom a maga idejében jelen lenni és elmúlni. Te és teremted a szenvedést? És közben szenvedek és szenvedtetek, amíg nézem. Te teremted a szenvedést? Ö, keletkezik. Keletkezem. Ok és okozat által. Honnan? Valamiből. Ami... Valamiből? Igen. Azt a valamit ki látja? Az, aki érzékeli a szenvedést. És ki az, aki érzékeli a szenvedést? És még szürke színű a ruhád. Uh -huh. Most mondd el, hogy ezt kilátta. Ha belezuhansz magadba, hiba, ha szaladsz magad elől, az is hiba. A szenvedésnek nincs saját ideje. Mivel mi teremtjük a terét is, az idejét is, ez az okozatiság törvénye szerint működik. És amikor azt mondod, hogy elég volt, akkor elkezded kivonni az energiát belőle. Az a baj, ha nem teremtesz a szenvedéssel kapcsolatot. Miért? Mert már amikor megteremtetted a létét, a folyamatát, már ez akkor megtörtént. Csak utána leválasztódunk róla, mert úgy könnyebb. És mi az, ami fáj, hogyha ö, csak nézem? A tehetetlenség fáj. Holott tudod, hogy te vagy az ura. Azzal, hogy azt mondom, hogy elég volt. Bizonyám. -e? az a kezdődik. A közvetlen reakció a karma részéről az, hogy a pofádba csap. Tehát erősebb lesz az első reakció. A második már nem. A harmadik még gyengébb. És ez elég volt, az azt jelenti, hogy megtagadod a szenvedéstől azt az energiát, amivel eredetileg teremtetted, és kivonod belőle azt az információt, amely által megtartottad. És ez az azonosulás és azt, amíg nem történik, meg egyfolytában hajtogatnom kell, hogy érzem, hogy fáj, és én mondom neki, hogy elég volt. Fáj, elég Ennek volt. Ennek az fáj, volt elég voltnak nagyon sok neve van. Néha úgy hívják, hogy Kvanszembószál. Néha úgy, hogy Gáté Gáté paragáté Paraszem Gáté Bódiszvá. Ezt le kell fordítani egy olyan szakrális kontextusra, ahol mondjuk egy hagyomány részeként te egy szenvedéstől megszabadító praxist tudsz folytatni. Ennek az elég voltnak így több arca van. Köszönöm. Szívesen. Ugyanide kapcsolódik a kérdésem, Ildi már egy jó részét firtatta. Úgy érzem, hogy nagyon sokszor kimondtam már ezt magamban, hogy elég volt, és, és úgy tűnik, hogy mégsem eléggé határozottam, vagy nem eléggé eltökélten. Mivel tudom ezt erősíteni magamban? Pontosan mit szeretnél erősíteni magadban? azt az eltökéltséget, amivel kimondom azt, hogy elég, amivel aztán utána véget is vettek annak a szenvedésnek, és meg tudom teremteni azt az állapotot, ami, vagy azt a jövőképet, ami mondjuk szenvedésmentesebb. Ez az eltökéltség eltérő erővel jelentkezik benned, így van? Hogyha visszanézel egy adott időszakra, egy hónap, negyed év, fél év, mm -hmm. itt hullámzik ennek az erőssége. Pontosan, van. igen. Mitől látod erősnek, amikor az? folyamatosan figyelmet adok neki, tehát látom, hogy ott nem van. Nem elég. Amitől erős, az nem pusztán a figyelem. És hogy visszatérően ott van. Nem rossz, de ez sem elégséges. Amikor a gondolatot át tudod vinni cselekvéssé, vagy pedig eldöntötted, hogy tartózkodsz egy bizonyos tettől, és tartózkodsz is, akkor erős. Az eltököltség akkor erős, hogyha meg tudod valósítani. Ez két úton lehetséges. Meg kell tenned valamit ahhoz, hogy a célt elérd és megteszed, tartózkodni kell valamitől azért, hogy a célt elérd, és tartózkodsz. Akkor gyenge, amikor a gondolatot nem tudod tetté változtatni. Pontosan. Vagy nem úgy sikerül. Igen. És ez úgy lehet, különösen nagyon okos férfiak esetében, hogy a saját intellektusukkal, a saját okosságukkal, legyengítik az akaratukat. Mondanál erre egy példát? Itt ül előttem. Egyéb kérdés? Vannak olyan hagyományok, ahol bizonyos módszerekkel kell tartani, hogyha mondjuk eljön a halál pillanata, akkor azt felidézve, idézőjelben tiszta földre menjünk, vagy egy kedvezőbb újra születésünk legyen. A zene nem nagyon beszél. Hát nem. Miért nem? És ugye, hogy gyakorlunk folyamatosan, akkor ezt a gyakorlatot próbáljuk meg átvinni a halál Től a bardó állapotok? A tudatminőségtől. Aha, és mind dolgozik a zen? A tudaton. A tiszta tudat elérésén. Oké. Okay. Ez az, amit az egészről tudnod kell. Az, amit a halottas könyvben olvasol, hogy mit látsz, mit gondolj, merre fordulj, mit kerülj el, mihez vonzódj, ez mind a tibeti szimbológia, annak a bön- és buddhista kultúrának a keveréke, amely hát azért alsó hangon egy 1500-1600 éves, még akkor is, hogyha Padma Szambava, csak 1200 évvel ezelőtt ment be úgy Tibetbe, hogy hivatalosan, tehát ő volt Tibet-bóti darmája. Tehát azt kell megérteni, hogy akik a tibeti buddhizmus nyelvezetén, ikonográfiáján, szimbológiáján kondicionálottak, azoknak a tudattalanyában ez van. Ezt föl tudják használni. De a te tudattalanodban nem ez van. Ott a YouTube műsorok vannak. Meg azok a filmek, amiket megnéztél és kényszerűen megjegyeztél. Meg anyuka, meg apuka, meg nagypapa és nagymama, tehát -te a te bardó állapotod, hogyha nem pucolod ki a tudattalanodat, teljesen más lesz, mint amit a halottas könyvekben te olvasol, legyen az az egyiptomi, az is elég drámai, vagy a tibeti, amilyen nagyon-nagyon rejtélyes és misztikus. Tehát olvassál, művelődj, csak tudd, hogy azt a maga materiális minőségében, ahogy azt te elolvasod, azt nem fogod tudni használni. Igen, nem is akarom, hanem igazából a kérdésem arra irányul, hogyha mondjuk mi itt, tegyük fel, hogy a térfigyelése gyakorolva, az itt és most a jelenben levést mm -hmm. sajátítjuk el, akkor a halál pillanatában is ugyanezt a jelenben levést gyekezzük tartani, azért gyakoroljuk? Mert ugye a nem valamilyen sincs. szinten alapvetően felkészít a halára. Szerinted fölkészít? Igen. Hát akkor teljesíted, gyakorold, és én <laughs> szeretnék egy másikat is javasolni, ami mondjuk fölkészít az életre. Sose késő. Szerencsére, épp hogy az első Szaturnusz ciklusod vége felé jársz, és biztos, hogy megkezdesz egy következőt, és ha nagyon jól csinálod, a hármat végig is fogod nyomni. Az életre kell fölkészülni. Ugyanazzal a térszerű, tükörszerű tiszta tudattal, amely a bardó minden állapotában velünk van, de csak az életben tudjuk realizálni. Tehát testben lévő, aktív állapotunkban tudjuk ezt tapasztalni. Amikor a lélek nincs testben, akkor képtelen a változtatni. Amikor testben van, akkor felébredettségének mértékében tud ezen változtatni. Emlékszem egy olyan történetre, amikor körülbelül 30 évvel ezelőtt egy elvonulás egy európai származású zenmestertől hasonlót kérdeztem. Hát az ő válasza sokkal keményebb volt, mint az enyém. Rákérdeztem, hogy ahogy azt a halottas könyvben olvassuk, van-e hasonló zen tanítás ezekre az állapotokra? És az az ember volt annyira együttérző és brutális és közvetlen, hogy azt mondja, hogy nincs. És én akkor olyan gyorsan még Prána nem ért el érző lény homloklebenyét, mint az enyémet, és jómodoromat megőrizve, habcsangtartásban ültömben meghajoltam, egy tűpontos leborulás után kifelé hátráltam a szobából, mert úgy kell, csak ezt nem hagyjuk be most az interjú alanyokon, és amikor meghajoltam az ajtóban, gyakorlatilag egy atombombához hasonló állapotban, amit csak a begyújtás hiányzott, az emmesterünk ezt mondta, ha tiszta a tudatod, nincsenek bardó állapotok. Ezt tessék megjegyezni. Tehát minden relatív. Nincs olyan, hogy te egy ilyen elvarázsolt, abszolút kastélyon keresztül kell, hogy menjél, és az egyik teremben ez van, a másik teremben az van. Amit magadban hagysz, amit magadba teszel, amit magadba építesz, az van. nagyon fontos. Igen, ezt tudom, és ezért irányult a kérdésem arra, hogy akkor csak csináljuk a zent, és akkor majd, amikor meghalunk, akkor remélhetőleg egyszer csak jó lesz. <laughs> Hát én remélem, hogy zenként nem ezt fogod gyakorolni. Még van időt, hogy ezen változtass, de ha akarod tudni, hogy milyen egy halálhoz közeli állapot mondjuk az élet természetes haladtával, akkor nézzél meg időskorúakat, akik már tényleg alig húzzák, és a lélek a saját tüzelőanyagát nagy részt már eltüzelte, ellobbantotta. És két dolgot látsz, rendkívül törékenyek, sebezhetőek, alig van energiájuk. Alig tudnak tudatosan gondolkodni. És amikor ez van, akkor te semmilyen konstrukciót nem tudsz gyakorolni az agyadban, nincs hozzá energiád, emlékezeted sincs. Hát azt kell megérteni, hogy amikor te az életből kifelé készülődsz, akkor a lelked ledobja azokat a kérgeket és képességeket egyaránt, amelyeket addig használt. Ledobja a fizikai tevékenységeket, egyre kevesebbet eszik. Utána egyre kevesebbet iszik, egyre kevesebbet érez. Gondolkodás már évekkel halála előtt az ékszi, az lepattant, és csak a legszükségesebb gondolatok jutnak eszébe, néha még az sem. Tehát azt értsük meg, hogy az öregedéssel pont az az eszközrendszer tűnik el, amivel a halál pillanatában kellene ezt az egészet csinálni. Nem lesz. Érted? De van valami, ami tiszta marad. Ez egyszerű és tiszta mentes élettől és haláltól. Mi ez az egyszerű és tiszta? Tapasztald meg a tiszta tudatot, lásd meg a bardó négy állapotát, mely a köztes létet jelenti, ami azt jelenti, hogy nem tudsz menedéket venni egyikben sem, mert egyikben sem tudsz megmaradni, megállni, érjük el azt a tiszta tudatot, amely áthatja a bardó minden a négy állapotát, tapasztaljuk meg igazi önvalónkat, és felébredvén szabadítsunk meg minden egyes kötöttségben élő lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet.